Mire jut még idő az én koromban, hisz olyan közel rémlik már a vége. Felelősségre int az ész, ha józan, ideje van a végrendelkezésnek. Figyelmeztet rá a dagad bokám is, vagy a hangyacsipéstől lángoló seb, míg derekamból fájdalom sugárzik, testemből gerjedt villanyáram üt meg. Nagyon félek, bár meg kéne köszönjem életemet, mert szörnyű titkok várnak. A múlthoz képest már olyan közelben, mint nagypéntekhez a virágvasárnap. A világosság úgy fogy el fölöttem, mint Duna tükrén napfogyatkozáskor, vagy ha kiégett lámpámban a körte, és nem fejezhettem be olvasmányom. Én, aki már egy sortüzet túléltem, most is hiszem, hogy élethosszra szóló elrendelés isteni kegyelmével tisztességes órám lesz az utolsó. Eleget tettem a megbizatásnak, mely titkos volt, s még én sem tudtam róla. Csak verset írtam, mesét komponáltam, dicsértem a teremtést meghatódva. Halmozódik forgács, dől, lom és kacat, agyonhasznált és alkalmatlan tárgyak, az üveghegyen túl is gyűlő salak, s vége a szorgos hasztalanságnak. Befejezni még egy rövid regényt sem lehetséges, szavatolt idő nélkül, azután minden kezdet töredékbe torkol, de tán e vers még kiegészül. Fejjel még bírom, bár hangom megkopott, lehetnék kamasz szívű vén bolond is, a maradék életbe bolondulok, szenvedélyem szerelemhez hasonlít, meleg és sejmes, villámló révület, a hangtalan, mégis hallható dallam, mindig velem, bár örökké nélkülem, a lélek ez talán, a halhatatlan.